Gyűlnek az adományok a Család és Gyermekjóléti Központban. A kezdeményezés lényege, hogy a még használható ruhaneműket és tárgyakat, melyek használaton kívül vannak az egyik háztartásban, a rászorulók megkaphassák. Ez egyszerre környezettudatosság és jótékonyság, vagy ha úgy tetszik, szociális gondoskodás is. Az önkormányzat idén is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, melynek keretén belül hirdettünk egy egyhetes programot a Nem használom, felajánlom címen. Ennek keretén belül használható még jó minőségű ruhákat, játékokat, elektronikai kisberendezéseket, mint például hajszárító, kis kávéfőző, vízforraló, ilyesmiket szerettünk volna gyűjteni, melyet később a családsegítők, illetve gyermekjóléti szolgáltatók fognak kiosztani családok részére. A gyűjtés az 7 helyszínen zajlott. 7 gyűjtőpontunk volt az önkormányzatnál, a gondozási központnál, a helyi általános és középiskolásoknál, illetve a Bonyhád és Majosi óvodákban lehetett leadni az adományokat. Több kolléga is érdeklődött, hogy ők hétfőn látták a plakátot. Hétköznap sajnos nem volt idejük összegyűjteni az adományokat, úgyhogy ők majd még hétfőn, tehát az akció letelte után is fognak hozni adományokat. Ez a program egy része a város hulladék csökkentését célzó kezdeményezésének. Szó esik a héten a szelektív hulladékgyűjtésről, a nyersanyagok felhasználásának csökkentéséről, de a műanyag hulladékok csökkentéséről is. De térjük vissza az adományozásra. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat évek óta végzi ezt a fajta segítségnyújtást. Az adományokat adományoztás keretében fogjuk eljuttatni a hátrányos helyzetű családoknak. Lesz itt nálunk a szolgálatnál is, illetve a családsegítők ki is viszük területre a családoknak, el is juttatják. Ezen kívül játszóházat is fogunk tartani, ahova pedig a völcsékben élő hátrányos helyzetű gyerekeket és szüleiket várjuk, és őket pedig meg fogjuk ajándékozni a beérkezett játékokkal. Az idei évben 195 gyermeket gondozunk eddig a napig, tehát ez a legfrissebb adatunk. Ez 0-tól 18 éves korosztályt tesz ki, nagyon változó, tehát vannak egészen picik, és vannak nagyobb gyermekek is. Ezek az adományok sok esetben tényleg óriási segítséget jelentenek azoknak a családoknak, akik a mindennapi megélhetéssel küzdenek, mondja Solymosi Andrea. Nem véletlenül hátrányos helyzetű családokról beszélünk. Szociálisan hátrányos helyzetűek, így kell érteni. Nagyon kevés havi bevétellel rendelkeznek, anyagilag mindenféleképpen rászorulnak, és hát tudjuk, hogy jön a karácsony, nagy ünnep, és nagyon, nagyon örülnek, és nagyon szívesen fogadják az adományokat, amiket tőlünk kapnak. Az adakozó kedv nagy, aminek nagyon-nagyon örülünk. Tényleg azt gondolom, hogy Bonyhád megmozdult most erre a felhívásra, rengeteg ruhaneműt, játékot kaptunk. Amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy csak használható játékokat szeretnénk a továbbiakban kérni, és kiemelném azt is, hogy mit nem. Nem kérünk használhatatlan szakadt cipőket és ruhaneműket, mert sajnos ilyennel is találkoztunk. És azt szeretném kérni az adakozóktól, hogy vegyük figyelembe, hogy akikhez eljutnak ezek az adományok, ők is emberek, és tartsuk méltóságban és tiszteletben őket.